Köves! Nézd! Ez a csicska Dadiába! Halló! Halló! Aztán megjött a postás. Húsi, te mi az Isten csinálsz? Semmit. Mit csinálsz ott? Semmit. Valaki csengetett! Igen, itt vagyok. Meghoztam a csomagot, már le is raktam. Végre megjött, Húsi! Úristen! Jövök! Emberek, komolyan mondom, már megrendeltem, vagy nem tudom, lassan 3 hónapja. Tényleg, hogy mi tartott ennyi ideig? Ember azt mondja, te úgy gyorsan kiszállítja. Hát, sajnálom, de leégett a gyár egy ilyen kutya miatt, de mindegy. Mi az Isten? Jó, tuti nem kis volt, hát mégis miért lenne ilyen? Na jó van, úristen! Ez itt a mágikus kinder tojásom? Igen. Jó, köszönöm. Fizetek sztékkel, parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm, csak nem utassa meg a kutyámnak, jó, hogy ezt kapta, jó? Ja, jó. Jó, meg siessen, mielőtt valaki kiszagolja, mert lehet, hogy baj lesz. Csak fusson az életért, jó? Csak meneküljön! Jól van, srácok, amúgy bocs, hogy nem volt tegnap videó, csak kicsit megbetegedtem. Lehet, hogy még halljátok a hangomon, de aki most lájkot nyom nekem, az már is jobbulást kíván nekem, és remélem, hogy jobban fogom magamat érezni. Szóval léci, egy lájkkal most azonnal támogassatok. Úristen, te mit csinálsz ott fenn a fán? Kis! Ja, jó, oké, nem tudom, mit csináltok. Mindegy! Srácok, nézzük meg a nagyon menő kinder tojásunkat! Ember! Ez egy őrült nagy bázis, konkrétan belülről. Megérte 3x64 steak. Szia! Ne, semmi, hallod? Ott ment egy csávó 3x64 steakkel, kapd el ki! Jól van, oké. Nem jöhetnek rá, hogy ilyen menőbb titkos bázison van. Na jó, figyeljetek, nézzük, van hűtő is, eléggé üres mondjuk, de van itt gép is konkrétan, vannak itt lámpák, nagyon menő, van itt mindenféle ilyen cucc, ágy, minden izé, nagyon OP, meg mi van itt, mi ez? Mágikus kinder tojás, ez lesz az a titkos cucc, amit írtak. Elméletleg, jó, amúgy ezt tudja, hogy kamu, de azt mondták, hogy ha valamit kívánsz, akkor ebben meg fog jelenni, és az fog történni, de én nem hiszek az ilyen mesékben, mert ez tudja, hogy kamu, nem? Tehát ilyen azért nem történhet meg, ez full logikátlan. Na jó van, mindegy, nem is érdekel. Elalszok, és igazából nem tudom, mostantól itt fogok aludni. Remélhetőleg a többiek nem fognak rájönni, mert kívülről ez egy őrültnek kinder tojás. Ki akarna kibontani egy nagy kinder tojást? Végül is mondjuk eléggé gagyi bázis. Na jó van, nem érdekel! Aludjunk, srácok, és ja, holnap találkozunk. Jó reggelt. Mi az Isten? Mi az szá... Ki kopog? Miszki! Jaj, ember! Titkos a bázod, ugye egyáltalán! Jaj, emberek, mit akartok? Mi az? Engedj be! Nem engedünk be! Nem! Hagyjatok, nem érdekel, nem nyitom ki! Gyújtsuk fel! Mi van? Vicceltem, engedj be! Nem! Hagyjatok abba! Nem beszéltek! Aj, ember, bárcsak sön nem maradnátok, és nem beszéltek többet, ember! Komolyan nem hiszem el. Mi ez? Mi az? Mi van? Mi van? Mit nőttök? Miért nem tudtok beszélni? Mi van? Mi az Isten? Mi van? Ember! Na jó. Na, srácok, valaki mondja el egyesül, hogy mi a baj. Kis, mi van? Jó, Húsi. Jó, oké, szóval nem tudok beszélni valamiért. Álljatok már le! Mi van? Jó, most ez azért volt, mert én ezt kívántam? Jó, bárcsak tudnátok beszélni újra. Letépem a kezedet. Na, most már tudtok beszélni, vagy most már mi van? Tudunk beszélni! Na, jól van. Ez neked! Mi lenne, ha el akarnátok most menni? Menjünk el! Legközelebb találkozunk, de komolyan mondom, szétverem a csillagot! Álljatok már le! Nyugodjatok már le! Na! Ha, ember, működik a tojás! Ember, ez nagyon brutális ez a tojás! De jó, hagyjátok abba a dobálást! Ha! Jó, easy! Jól van, működik a tojás, srácok, Jézusom! Jó, figyeljetek, mi lenne, hogyha ezt kicsit megszivatnánk őket? Hogyha már ők is szétszedték konkrétan a bázisomat, ember eltűnt az ágyam konkrétan, meg nem tudom, egy csomó cucc innen. Jó, mi lenne, ha ezzel most szépen szétszivatnánk őket? Figyeljetek, elviszik ezt a tojást, és lerakjuk mondjuk valakinek a háza elé. Mi lenne, ha leraknánk mondjuk elsőnek? Legyen, ó, itt van kis. Rakjuk mondjuk húsnak a háza elé. Már csak azért is. Jó. És mi lenne? Na, szia kis! Most hagyjatok békén! Jó, király, easy. Na, mi lenne, ha azt kívánnám, hogyha a Husi kinyitja ezt a kinder tojást, akkor átlakulna a kutyává. Ember szerintem nagyon vicces lesz, ilyetek. De rakjuk ide, bum, és nézzük meg, hogy vajon Husi ki fogja nyitni azt a kinder tojást. Ott jön összem. Na, menjünk be a szép kis házamba. Bum. Ó, egy kinder tojás. Na, nézzük, mi van benne. Kinder meglepetés. Bum. Itt fog olyan reagálni. Mi a? Nagyon nem eszekkel nézem. Husi, halló, hol vagy? Hol vagy? Szia, Husi! Szia, hogy vagy? Na, gyere, köves. Mi van? Na, gyere, jó kutyus. Jó kutyus, gyere, bekapogunk Kishez, figyelj. Kis, hoztam neked egy barátot. Jézusom. Husi, nézd. Mi van? Hát, ő egy kutya, nézd. Ez a siskododiába. Nem tudja, mit beszél, kicsit fura. Rohadt menő. Na, szagoljátok meg egymást, meg minden, amit kutyák szoktak. Na, jó szórakozás, kutyusok, sziasztok! Na jó van, Husi, neked kutyaházba kell lakni, hát maradj már itt kistél, ember. Oké. Pincében ott van a kajája, azt hiszem. Na jó, kárt nem is szépen, ez olyan brutális. Aj, na jól van, mennyi durva dolgot tudunk még ezzel, de tényleg kívánni. Ember, na jó van, visszamegyek gyorsan és megcsinálom a többieknek is. Szia, Husi, kicsit furán viselkedsz. Ciao. Jó van, nem érdekel, szívassuk meg mindenkit. Na jó van, tojás, figyelj! Mi lenne, hogyha most megszívatnánk Husit? Jó, segítsél nekem benne. Szóval, mi lenne, ha mondjuk, hogyha ezt a tojást Husi kinyitja, akkor ő szerelmes lenne Kisbe. Ó, Istenem, sőt, tudod mit? Szerelmes lenne Kisbe és Husiba is. És nem tud választani. Legyen ez, és mind a kettőknek randizik állandóan, meg is szerelmeskodik. Na jó, figyeljetek, ez nagyon durva lesz. Istenem. Na, szóval elviszem ezt a tojást Husinak, és nézzük, hogy vajon mit fog rá reagálni. Ember, ó, itt vannak a csirkék. Sziasztok, ember, mennyi csirke van messze, itt dobálták ide a tojásokat, meg ilyenek. Na, szia, Husi, cső! Hoztam neked, nézd, egy ilyen kis menő tojást. Nyisd ki, nyugodtan! Jaj, ne kezdődik, Jézusom! Husi, várjál, Husi! Virág! Hát ember, elfelejtetted? Elbújjunk ide, nem érdekel. Mi van? Mondjad! Tessék, itt van egy kis virág! Nézd meg, mérgetted? Nem. Csak látod. Oké, szia. Nem, én itt maradok nálad. De biztos, hogy nem tartok, ne felejtje meg ki. Hello, csak ide leülök, jó? Csináljátok nyugodtan. De miért jelezd meg random állapotokban? Szia. Azért jövök, te hoztam takót, tessék. Jó, kösz, kiviszed ezt a köcsöget? Nem, én nem álltok a szerelem útjába. Mi szerelem útja? Ne felejtje meg kifele. Hozzám jössz. Akarodjál már! Akarodjál már! Állj meg! Na, kis, nem ár, na, olyan jó arc, nem? Kusoljál már, kicskapos! Istenem! Na, nézd, lesz, srácok! Én szerintem lelövöm, az lehet egyszerűbb. Hallod, én lelőlek, ha közel jössz hozzám. Meglőlek! Én várok benne! Na jó van, két szerelmes pár, mindig együtt jár, egy tányérba lesznek, mindig széket esznek. Áú! Nem. Na jó, oké, akkor sziasztok! Na, jól van, hagylak titeket érvényesülni, várjál már! Valahol kékusít kell legyen, várjál! Husi, menjünk kékusihoz, ő jobban fog fogadni, nyugodj meg! Na várjál, csak kopog be, jó, hajrá! Halló! Husi, hoztam neked virágot! Dani, ő ki? Ő a csajod, cső. Ő van? Ő nem egy fiú? Hát én nem tudom. Én nem tudom melyik ő, tök, azt tudom, hogy te mi vagy, most nem tök mindegy. Én egy hím vagyok, de ő is hím szerintem. Na, jó, hát akkor jó. Uj. Nem mondod ki. Jó? Sziasztok! Bezárom az ajtót, nyugalom! Hajrá, sok sikert! Gyerünk, srácok! Dani, te csicska! Na jó, nem, srácok, figyeljetek! Ez nagyon durva volt, de szerintem itt az idő, hogy kicskét megszívassuk. Ő nem kapott szerintem még eleget. Na jó, srácok, Kisnek azt találtam ki, hogy mi lenne, hogyha mostantól átváltozna irassá, és minden feladatunkat teljesíteni, bármit, amit kérünk. Na figyeljetek, nézzük, hogy vajon ezt a kinder tojás meg tudja nekem csinálni. Rakjuk le a ház elé, és nézzük meg, hogy vajon, hogyha kinyitja, akkor mi fog történni. Jó, becsöngetek, nézzük, hogy mit fog rá vajon reagálni. Mi ez? Tajli? Szia, Kis! Mi az Isten? Te... Cső! Hello! Hogy került rád egy ing? De miért szakad az első ember? Na jó van, Kis, elázok, valamit csinálj már! Nem akarok elázni! Parancsolj! Köszönöm! Ember, nem hiszem el. Na jó, hozz ide, menjünk Husihoz, gyere. De nem akarok elázni, hát épp is tovább a keretet. Na jó, nem hiszem el, de tényleg. Menjünk is, azaz, gyerünk, mindjárt odaérünk. Hé, na nyugi, oké, nem, semmi gond. Jó, itt vagyunk, itt van benne Husi. Na, úgy van, jó, megjöttünk, nagyon jó. Király, köszönöm. Na, Husi, szia! Hello! Megjöttem az inasommal, kérsz tőle bármit? Hozz nekem 100x64 halat. Mi a? Ja, mindjárt hozzá nyugalom. Ő a legmenőbb inas, nyugi, tényleg, tehát minden megcsinál bármit, amit kérsz. Tényleg? Aha, tényleg. Nézd! Köszönöm! Parancsolj! Na, látod? Mondtam, hogy bármit megcsinál, ember. Ez az... tudsz nekem egy olyan ruhát adni, hogy ne ázzak el az esőbe? Természetesen. Sárga színben jó lesz. Aha. Ez nagyon menő. Mondom, látod? Nem tudom, mi történt vele, eskü. Vacskajám az esőre. Köszönöm. Na jó, ez így unalmas. Inas, meg tudod nekem verni Husit? Ne! Jó, nyugi, állj! Ne, nem akarom, nem, csak simogasd. Jó, végül is, mondjuk azt, hogy jó. Várj, itt van a másik Husi is. Másik Husi nagyon bolhás, kicsikét ki kéne bolhást tanítani. Ön sem szerintem ilyen polhaírtót, nem tudom, hogy az mi. Én tiszta vagyok. Bolhaírtó! Ember, kösz, jó lesz. Na jó van, srácok, figyeljetek, ti vagytok a legjobbak, majd találkozunk, jó? Most nekem mennem kell. Köszi a szettet! Kis visszaváltozhatsz. Kis! Mi van? Kis! Turbó módon, nem már, Kis! Áú! Nyugodj már le! Kis! Nem már, ember! Na, nyugodom, na, elfogyott a mágikus kinder tojás. Mi az Isten, ennyi volt? Szia, Kis! Na jól van, tudjátok mit? Nem érdekel, ez egy nagyon durván jó nap volt. Srácok, hogy tetszett a videók, hogy nyomjatok egy lájkot, és fel, és találkozunk a következő videóban. Addig is, sziasztok! Hello!